Meggyulladt az első gyertya az adventi koszorún, és elstartolt a karácsonyi vásár is az elmúlt héten. A fogyasztóvédők is elkezdik a kereskedések ellenőrzéseit. Tavaly a fényfűzérek voltak a problémás termékek. 32 fényfűzérből 31 volt veszélyesnek tartott, ez a fogyasztóvédelem hivatalos álláspontja, tavaly ugyanis kiemelten ezt a termékcsoportot ellenőrizték a vásárokon és az üzletekben. A fogyasztóvédelem honlapján már közzétette az idei szezon ellenőrzési irányelveit, és elsősorban a nagyobb üzletláncokban, bevásárlóközpontokban, piacokon vizsgálják a karácsonyi termékeket. Gyakori probléma a helytelen árfeltüntetés, de blokkot, nyugtát sem adott minden kereskedő, ez kötelező még a nyílt vásártereken is. A nagyobb értékű, például műszaki cikkeknél érdemes a garanciákra, cserékre rákérdezni, hiszen utólag nem minden helyen van reklamációra lehetőség, a helyszínen pedig mindig ki kell próbálni az árucikket, valamint fontos, hogy él a 72 órás szabály, azaz 3 napig vissza lehet cserélni a terméket. Az internetes kereskedelmet is figyelik, mivel egyre elterjedtebb, célszerű olyan weblapon venni az ajándékot, ahol az üzemeltető személye beazonosítható, és érdemes a szállítási határidőt pontosítani. A jogszabályok szerint akár a vásárlástól is el lehet állni, ha egy termék nem megfelelő. Az ellenőrzések a vásárlók biztonságát garantálják, ám az ünnepek elteltével sok a panasz a békéltető testületeknél. A témában vendégünk Görömbei Né, dr. Balmasz Katalin, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület elnöke. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Az az igazság, hogy tulajdonképpen túl hamarnak tűnhet, hogy mi erről beszélgetünk, mert hogy a békéltető testülethez inkább az ünnepek után fordulnak a fogyasztók, és a fogyasztóvédelmi hatóság már ilyenkor felhívja a vásárlók figyelmét azokra a veszélyekre, amivel elkerülhetik azt, hogy később önökhöz menjenek el. Van néhány irányelv, amit ilyen a karácsonyi vásárlás előtt nekünk, vásárlóknak be kell tartanunk, illetve körültekintően kell vásárolni, melyek ezek az ajánlások? Ezek inkább ilyen civil praktikák, úgy szoktam fogalmazni. Elsődleges dolog az, hogy mindig megbízható helyről vásároljuk a ajándékot, hogy ne a fa alatt derüljön az ki, hogy bóvlit vettünk, nem működik, rosszul működik. A másik dolog az, hogy minden esetben kérjünk blokkot, mert ugyanis, ha később problémánk adódik, akkor blokk ellenében tudunk csak igényt érvényesíteni. A harmadik dolog pedig, amit tisztáznunk kell, hogy egyáltalán mikor van lehetőség arra, hogy fellépjünk bizonyos igényekkel. Tehát azt kell tisztázni, hogyha olyan terméket veszünk, ami elromlik, tehát minőségi kifogásunk van, a kereskedőnek csak akkor kötelessége az, hogy ezzel a problémával foglalkozzon. De karácsonykor általában előszokott az is fordulni, hogy például egy ruhánál nem jó a méret, vagy nem tetszik az ajándék. És akkor itt jönnek a civil praktikák, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Célszerű minden esetben a kereskedővel tisztázni azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy ilyen esetben is kicseréli az árut, ugyanis neki ez nem jogszabályi kötelessége, nem írja elő semmiféle jogszabály azt, hogyha egy áru nem hibás, akkor neki ahelyett másikat kell adni. Kereskedő lelkiismeretére van ez? Illetve hát az üzleti érdeke, és ne elégedjünk meg azzal, hogy szóban ígéretet tesz, hanem ha azt mondja a kereskedő, hogy igen, természetesen, ha nem jó a méret, nem jó a szín, nem tetszik az ajándék, kicserélem, abban az esetben írassuk ezt rá a blokknak a hátuljára. Ehhez viszont az szükséges, hogy ha például egy ilyen karácsonyi forgatagban vásárolunk, akkor minden esetben nézzük meg, hogy a blokkon rajta van-e az, hogy a kereskedő ünnepek után hol található fel, mert az beazonosíthatónak kell, hogy legyen. Azért a fogyasztóvédelmi statisztikák, illetve a fogyasztóvédők elmondják azt, hogy évről évre nagyobb a fegyelem, tehát olyan túlzottan nagy kirívó esetekkel nem találkoznak, hanem apróbb hibákkal, apróbb nézeteltérésekkel. Ez tényleg kereskedő, vagy kereskedelmi szektor függő? Igen, tulajdonképpen egyre inkább az a gazdasági érdek a kereskedőnek is, hogy úgymond fogyasztóbarát magatartást tanúsítson. Hiszen
ha gazdasági hátrány éri, akkor előbb-utóbb le kell, hogy húzza a redőnyt, és a piacgazdaságban ez a lényeg, hogy aki megfelelő módon viselkedik, megfelelően betartja a szabályokat, az megél, míg aki sunyi módon ügyeskedve, az előbb-utóbb úgyis kihullik. Lehet-e az is ennek az oka, hogy jobb a morál, hogy annyiféle hatóság ellenőrzést tart ilyenkor, tehát a NAV-tól megkezdve fogyasztóvédelem, és azért a békétetőtetlenet folyamatosan figyel, és azért rajta tartja a szemét ezen az időszakon is, vagy pedig tényleg kevesebb a probléma az áruval, a termékkel, az árucikkel? Nem tudom megítélni, de valószínűleg tartom, hogy amikor fokozottabb ellenőrzés van, akkor mindenki igyekszik jobban odafigyelni, hogy betartsa a szabályokat. Egy terület viszont olyan láthatatlan, ez pedig a webes vásárlás, vagy az internetes felületekről való rendelés, azért ezzel akad bőven panasz. Itt azért elég jelentős pozitív változás figyelhető meg az utóbbi időben. Az a lényeg, hogy a fogyasztó legyen kellően körültekintő, mikor interneten keresztül vásárol. Ki lehet szűrni azokat a úgynevezett webáruházokat, akik nem tisztességesek. Már a vásárlás előtt kellően legyünk körültekintőek, minden esetben győződjünk meg arról, hogy megfelelően tájékoztatja-e a fogyasztót azokról a dolgokról, amik jogszabály előírja, hiszen tavaly év közepén módosult a ezekre vonatkozó kormányrendelet, ahol részletesen le vannak írva, hogy milyen tájékoztatási kötelezettsége van a webáruháznak, tehát nem elegendő az, hogy kínálja az árut, hanem neki mindenféle elérhetési lehetőséget, panasz ügyintézés helyét és egyéb dolgokat fel kell tüntetnie a honlapján, és a fogyasztó, ha kellően körültekintő, akkor ezeket megtalálja. Tehát egységes jogszabályok és egységes garanciavállalás jellemzi az internetes felületen való kereskedelmet is tulajdonképpen. Még egy dologról nagyon-nagyon röviden, mert időszűkében vannak külföldi webáruházak, webhelyek. Egy bizonyos területre kimondottan figyelnek mégpedig. Ha Európai Unión belül van, akkor nincs probléma, mert ugyanazok a jogszabályok, európai szintű jogszabályok vonatkoznak. De sajnos az utóbbi időben nagyon elterjedt, hogy kínai webáruházokba vásárolnak műszaki termékeket. Kezdetben ez olcsósága miatt kifizetődő volt, így viszont a jogérvényesítési lehetőség nem adott, viszont most már gazdaságilag sem éri meg a fogyasztónak, ugyanis a NAV is felvigyelt erre a joggyakorlatra, illetve erre a vásárlási gyakorlatra, és most már áfát, illetve vámot is meg kell fizetni ezek után. Tehát mégsem olyan olcsó. Köszönjük szépen a hasznos információkat. Én köszönöm a lehetőséget.